Újra sok szeretettel üdvözlök mindenkit, utolsó kis videó, ez egy ilyen szösszenet lesz, egy buliba vagyunk hivatalosak, és úgy gondoltam, hogy egy parasztálat fogok vinni magammal, de úgy, hogy a kis hozzávalókat itthon készítem el, és arra gondoltam, le is videózom, mint évzáró videó, vagy szilveszteri videó, hát a szilveszter napján lesz feltéve, de még 4 nap van szilveszterig, pontosabban 3 nap elnézést van szilveszterig. Lényeg az, hogy tej, friss tej, voltam a reggel a piacon, vettem tejet, ezt oda tettem melegedni, megmelegítettem annyira, hogy hát ezt tiszta kézzel lehet csekkolni, tehát szépen megmosuk a kezünket, és amikor annyira meleg a tej, hogy beledugjuk az ujjunkat, és úgy érezzük, hogy hát süt, de úgy elviselhetően, hát ez körülbelül egy olyan 60-70 fok közötti érték lehet, akkor jól le lehet zárni a tüzet alatt. Én azért szoktam így felmelegíteni, hogy nehogy valami legyen, tehát ez egyféle ilyen pasztőrözés majdnem. Úgyhogy felmelegítem a tejet, nem várjuk meg, amíg pille lesz, vagy ilyesmi, nem csak azért jó felmelegítjük, majd hagyjuk szépen visszahűlni, és addig hagyom most majd hűlni, amíg így hát kis ujjal csekkolva ilyen kézmeleg lesz. Én nem hőmérőzgettem soha, tehát én csak ilyen egyszerű módszerre beledugom az ujjamat, és amikor úgy jó, akkor hozzá fogunk beoltani. Tejoltó kell hozzá, mert sajt lesz belőle, itt van egy kis tejoltó, illetve néhány üres elmosott tejfölös bögre, majd megmutatom mire kell. Ugye a kis tálonkon lesz még majd friss sonka, hát ez házi jellegű sonka, egy nagyon-nagyon icike-picike mészárszékből szoktam venni, akik még a klasszikus módszerrel egy hónapig sólében tartják a sonkát. Tehát ez még az a klasszikus, ahogy régen a padon mi is csináltuk, sóban eltett, erősen sós dolog, ezért ezt egy napig áztatom, van mellette egy csülök is, szintén hogy ilyen háziasan készített csülök, füstölt csülök, ezt is áztatom egy napig. Egyikből egy nagyon finom kenyérre kenhető csülök krém lesz, a másikból pedig ugye házi sonka, főtt házi sonka, ez is nagyon fontos része lesz a parasztálnak, lesz majd rajta friss házi sonka is, hát nekem is van egy kis házi füstölt sonkám, de hát az kár főzögetni, úgyhogy azt majd úgy frissen nem vágjuk hozzá. De én majd mindent mutogatok, azzal kezdjük, hogy sajtkészítés, kétféle sajtot fogok ebből a házi tejből készíteni, itt 5 liter tej van, lesz belőle egy nagyon kicsike darab hagymás sajt, és lesz egy nagyon kicsike kapros sajt belőle a kis parasztára. Na, tehát most a tej fel volt jól melegítve, most azt várom, hogy visszahűljön kézmelegre, és amikor ez adott, akkor be fogom oltani, de innen most már mutatom. Amíg ez megtörténik, addig 2 darab üres tejfölös vedret, sok-sok apró pici lukkal fogok ellátni, tehát megforogatom, és egy hát ilyen kis sajt készítő, akármit alkalmatosságot készítek belőle. No, amíg hűl a tej, addig elkészült a gyors házi sajt készítő edény. Egész egyszerűen egy szike segítségével, itt talán jobban látszik, ilyen hosszanti barázdákat vágtam a dobozra, hogy ki tud folyni a savó. Ez ennyire egyszerű, nem kell hozzá semmi spéci edény, sima szűrőbe is jó lenne, csak hát így egy kicsit szebb lesz a formája. Ebbe készülnek majd a sajtok. No kérem, meghűlt a tej, hát pontosabban kézmeleg. Egy nagyon pici tejoltót hozzáteszünk. Ez nálam jelen esetben ugye 1 ml, nagyjából 1, max. Másfél milliliter az 5 liter tejhez. Apropó, ilyen tejoltót bármilyen állatpatikába meg lehet vásárolni, hiszen ez egy állatokból kinyert lényegében tejoltó enzim. És akkor most lefedjük, és akkor hagyjuk szépen pihenni, hát így kb. 1 óra hosszát. No kérem, egy kb. 40 perc telt el, úgy tűnik, hogy minden rendben van, lecsekkoljuk, ha elválik az edény falától, akkor jó. Látjuk, ahogy mint a puding, amikor elválik az edény falától. Ez is nagyon hasonló. Látjuk, ahogy lenyomom, mint a puding elválik. Tökéletes, lehet szeletelni. Nyomassuk. Majd ilyen hosszú kenyérszeletelő késsel felvágjuk az anyagot. Ilyen sac per kb. 2-3 centis
szeletekre. Na most apropó, hogyha valaki esetleg már próbálkozott ilyennel, és mondjuk neki nem csapódott így ki, nem alvadt így meg a dolog, ott lehetett a hiba, hogy nagyon felhevítette az egészet, nem szabad túlhevíteni, tehát mondtam, amikor olyan, mint amilyen a csapból folyik az általában mindenkinek olyan 60 fokos víz, tehát mikor azt érezzük, annyira kell csak felmelegíteni az elején, és nem jobban. Ha véletlenül mégis túlhevítettük, és nem akar így összeállni, akkor is nagyon egyszerű a megoldás, szaladjunk el a patikába, és akkor vegyünk egy doboz kálciumkloridot, és oldjunk fel. Most általában azok ilyen 60-70 mg-os tabletták szoktak lenni, olyan 10 literhez egy olyan másfél gramnyit oldjunk fel egy kis vízben, és akkor azt keverjük bele, és akkor szépen így össze fog állni. Eleve a legelején is ezt el lehet követni, tehát úgy is lehetett volna, hogy a legelején a tejben, mikor úgy melegítjük, már bele lehetett volna keverni egy kis kálciumkloridot. Hát nekem most erre nem volt szükség, de van az úgy, hogy elnézzük, és akkor túlhevítjük, és akkor az segít. Na, itt most csak várni kell, amíg látjuk, itt a savó szépen jön fel, és akkor le fognak a kis kockáink süllyedni. Hagyjuk 5-10 percet, most aztán még egyszer felvágjuk. No kérem, mint azt látjuk, teljesen lesüllyedt. Hát ilyenkor még néhányszor végig kaszaboljuk. Hát ilyen 2-3-szor követtem el, amíg olyan körülbelül magyarónyi darabok lesznek. Nem nagyon apróra szeretném felvágni. Ennek az az oka egyrészt, hogy még valamennyit törni is fog, amikor dolgozok vele. Másrészt pedig én nem akarok egy ilyen száraz valamit, hát a sonka meg ilyesmi mellé egy ilyen jóval nedvesebb sajt, sokkal kóserebb szerintem. No, úgyhogy még egy párszor így végigmegyünk, és aztán borítom is ki egy kendőre. Oké, nem időközben, ugye egy szűrő segítségével és egy merőkanál segítségével, ugye szűrőt beletettem a tetejére, és lemertem a savóból, már ugye egyre jobban adja ki a savót, egy picit még tovább aprítottam, hát lassan olyan körülbelül olyan magyaró szemnyi darabkák vannak benne, ez így nekem megfelel, úgyhogy hozok is egy rongyot, egy szűrőrongyot, ebbe beleteszem, és szűröm le. No, bekerült a sajtocska a kendőbe, lecsöpögött egy kicsit, és most összefogom a kendőt, és így kézzel óvatosan, tehát nem kell gyilkolni, de egy kicsit megfacsarom. És amikor már nincsen benne lé, akkor jöhetnek a fűszerek. No kérem, kicsinke sajtocskánkat nagyjából ketté osztom. Így. És akkor a fele lesz hagymás, a fele meg kapros. A két különálló edénybe bekeverem. No kérem, itt a kis kapros, egy kis friss kapor a kertből, fagyasztottam el még az ősszel, és akkor a hagymás, és akkor jöhet betöltve. Van itt egy edényke, az alján ilyen kis hurkapálcák vannak, ebbe jön be a két csöbör, és megtöltve az anyaggal. No, a kis turókák beugrottak a helyükre, hogy a tejfölösnek a tetejéből kivágtam a két nyomatókarikát, és erre egy-egy flakont, egy-egy liter vízzel ráteszek. És innentől fogva olyan 10-15 percenként megforgatom, de azt még megmutatom. No, letelt kb. 10 perc, ugye a nyomatót leszedtem a tetejéről, és akkor most óvatosan meg fogjuk fordítani őket. Így, tehát kijön, megmutatom, így néz ki, látjuk. Ezt szépen átteszem a másik kezembe, ráteszem a bögrét a tetejére. Így, és aztán csak visszafordítom. Kész, gyönyörű. Nagyon szépen ott van a helyén, megy vissza, jön vissza rá a teteje, és jön vissza rá a... Hát egy ilyen 7 decis vizes üveget tettem fölé, és ugyanezt a másikkal is. És innentől fogva ezt, hát körülbelül olyan 10 perc, negyed óránként ezt eljátsszuk, és hát az időt aztán utána lehet majd egy kicsit nyújtani is,
egész estig ezzel elszórakozunk. Na kérem, a következő kaja az már 2 hete itt a teraszon csüng. Leszedem, megmutatom azt is. Na, ez a következő dolog, ami a hidegtára kerül. Ez az úgynevezett pasztráma. Vagy hát ki milyen néven ismeri, én úgy tudom. Ez lényegében sertéskaraj, ami 2 hete szárad. Csak egy pillanat, hozok ide egy papírt. No hát, nem a padláson száradt, mert jobban jár a levegő a teraszon. Na hát ő az. És hát most meg is vágjuk. Ez egy fűszerrel bevont sertéskaraj szelet lényegében. A rongyra azért volt szükség, ez egy ilyen tülkendő, mert ugye hát nehogy valamilyen rovar vagy akármi belemásszon. Na hát szeljük meg. Ez úgy készül egyébként, hogy sóba lényegében bele temetünk egy karaj szeletet, és 3 napig só alatt tartjuk, teljesen elfedve sóval, és 3 nap után ugye rengeteg levet ereszt, időközben éhezt le kell önteni róla. 3 nap után, mikor már teljesen megszáradt, így tapintásra is kikeménycik a hús, akkor kivesszük a sóból, leöntjük róla a vizet, kiáztatjuk egy kicsit, és utána egy ilyen fűszer keverékkel bevonjuk, és kiakasztjuk száradni legalább egy 2 hétre. És 2 hét után egy nagyon-nagyon finom csemege lesz belőle. Ez a következő dolog a parasztára. Időközben eltelt egy nap, oda tettem a sonkát, a csülköt, most be is fűszerezem, hagyma, fokhagyma, szemes bors és babérlevél. Nem kell félni, nem lehet túl borshozni, ez biztos. És ezt most főzni fogjuk, hát meglátjuk körülbelül egy olyan jó kövér 2 óra hosszát. Holnap szilveszter, úgyhogy ma megcsinálom, hogy holnapra a sonka dermedjen vissza. Ezt most csak finoman itt elfőzőcskézem, és akkor közben a sajtokat be fogom tenni egy kis sólébe. Bár láttuk, hogy ők közben elkészültek, én belecsempésztem a belsejükbe és belekevertem egy kis sót, de ez csak azért van, mert most ugye nem tudom őket elég ideig tartani, hiszen holnap már ezt el fogjuk fogyasztani. Egy pici sót belecsempésztem a belsejébe is, de azért egy sólés fürdetést még kapnak. Ezt is mutatom, készítek egy 20%-os só oldatot. Na kérem, 1 liter hideg csaptíz. Jöhetnek a sajtikók. Megmutatom. Ő a kapros. És ő a hagymás. Ugye 1 liter víz, 20 deka jódozatlan só. Picit felúszik, az a jó. Körülbelül egy olyan negyed óránként átforgatom, tehát megforgatom, hogy ez a része is legyen a sós vízbe. Körülbelül 2 óra hosszát fogom hagyni benne. Fontos, hogy legyen legalább 20 deka só a liter vízbe, mert ha nem, akkor megnyálkásodik, erre ügyelni kell. Tehát ez ennyi az egész, hogy át kell néha forgatni. Most a legelején rögtön átforgatom, hiszen így most sós lett ez a fele is. Jó, és akkor innentől fogva negyed órát nem nyúlok hozzá, és negyed óránként hagyom. Rendesen kéne ezt vagy 2,5 órát hagyni a sólébe, mert hát körülbelül a 4 kilósak, de én csak 2 órát fogom, hiszen tettem a belsejébe is egy pici-pici sót. Úgyhogy hadd itt a hideg vízbe, 2 órát forgalgattam, aztán fatáblára kiszedem, és viszem a fűtött garázsba. Hát ott olyan 17 fok körül van, az neki ott nagyon jó lesz, egy kicsit visszaszáradjon, hiszen már holnap fogyasztásra kerül. Na, folytassuk a csülökkel. Megfőtt a kiváló csülök,
lejön fejtve a csontról, még a végéről ezeket a nagyon kemény, pörcös, porcogós részeget is leszedem, a többit viszont, bőrét, húsát, stb. Azt darálom le a tálikóba, és aztán mutatom tovább. Oké, nem szépen ledaráltam, tehát félreállok, hogy kicsit a lámpa jobban rávilágítson ugye a csülköt, bennem ugye a bőre is, a zsíros részek is, de az ilyen nagyon erős pörcöket, porcokat, azokat nem daráltam bele. Illetve bele van darálva, mint az látszik, egy jó nagy fej lila hagyma, és körülbelül 4 cikk fokhagyma. Körülbelül 60 deka van, de ehhez adtam hozzá egy jó fejhagymát és 4 cikk fokhagymát. Akkor jöhet a fűszerezés. Kezdjük a vajjal, hát ebből egy ilyen fél csomaggal fogok beletenni. Úgyis akkor jött még bele édes paprika, nemes paprika, ugye, bors, ketchup, mustár, és egy kicsi őrölt kömény. És ennyi. Ezt most jól összekeverem, aztán megkóstoljuk, és ha szükséges, még ízesítjük. Ez is elkészült, mehet a hűtőbe, most már tényleg csak az összeállítás holnap. No, elkészült a házi sonka, és szépen visszadermet, visszafagyott. Ezt is most már megvágjuk. Megnézzük, hogy milyen lett. Ugye az első szelet az a kóstoló szelet. Így. Hát egy kicsit zsíros. Viszont nézzük meg, hogy ez még az a sonka, tehát ez a házi. Hát aki még ilyet nem evett soha életébe, azt nem tudom, hogy értékeli. De ez még az a szálas, sokáig sóban ült házi sonka. Valami mennyei. Szerintem ez a legjobb dolog a világon. Ez is megvan. Sajtot is azt hiszem most már felszeletelem. És lassan készítem a tálat. No, hát ezen lesz elkészítve. Időközben megvágtam a sajtot is. Hát nem szívesen fogdosom, egy kis kóstolót kivettem mind a kettőből, hogy biztosan jó legyen. Hát azt majd egy kis szőlőszemekkel ott eldíszítjük. Hát egyet csak elveszek, hogy megmutassam. Tehát ez az állag. Próbálom így közelről. Na hát ez most egy kicsit megfogdostam, de hát ez most így járt. Muszáj volt megmutassam. Hoztam le a padról egy kis friss házi sonkát, kis friss kolbász, 2 szálat hoztam le. Aztán itt most szép lassan mindent összevágok, elkészítem, és hát aztán megyünk bulizni. Helyzet az, hogy szerintem most itt erről már itt ebből ezt többet nem videózom, mert hát nem nagyon lesz nekem már idegen, meg időm, meg kedvem, úgyhogy én itt most a videót berekeztem. Esetleg majd a végeredményről egy képet készítek, és akkor, mit tudom, este vagy holnap kicserélem majd a videónak az első képét, ugye, erre a végleges képre. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, nem csak most, egész évben. Remélem együtt sikerül tovább építgessük ezt a csatornát, én nagyon örülök neki, hogy egyelőre működik, januárban újra jelentkezni fogok. Vannak terveim erre az évre, elég sok, majd elmesélem, addig is mindenkinek egy nagyon-nagyon boldog, gazdag és egészséges új esztendőt kívánok, sok szeretettel, viszlát!